Üdvözlöm a kedves nézőinket, ez itt az NKS Sport következő adása. Mai vendégünk Kazi Tamás, magyar olimpikon középtávfutó. Szia Tamás, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Az a tapasztalatom így egyrészt magam részéről is, meg ismerőseim körében is, hogy a futást azt vagy szereti valaki, vagy nem. És ha jól tudom, te sem a futással kezdted a sportolói karrieredet, azonban mégis arrafelé sodródtál. Mik a tanácsaid, vagy tapasztalatait azzal kapcsolatban, hogy miért érdemes futni az embereknek? Üdvözlöm a kedves nézőket, téged is, köszönöm a meghívást. Valóban ezt nagyon jól látod, és talán nem is egy ilyen nagyon nagy bölcsesség azt mondani, hogy valóban valaki vagy nagyon szeret futni, vagy nem szeret. És főleg mondjuk most, hogyha az aktualitásból indulunk ki, ebben az időszakban, téli időjárás körülmények között azért nem feltétlen szívesen mennek ki az emberek, ugye örülnek, hogyha mondjuk bent tartózkodnak egy meleg helyiségben, vagy még lehet inkább wellnessezni, szívesebben megy az ember, mint ki fagyoskodni. Úgyhogy magyarul egyben ugye el is bújtattam a választ a mondandómban. Alapvetően, ha valakiben ez megvan, tehát egyszerűen kellőképpen fanatikus vagy picit bolond, akkor nem foglalkozik azzal, hogy 40 fok van, vagy mínusz 12, egyszerűen megy, mert érzi a késztetést arra, hogy ő mozogjon. Illetve azt tudnám mondani, hogy még van ugye két típusú ember. Az egyik az élsportoló, mondjuk mint én, akinek gyakorlatilag a hivatása a sport, és ezen belül a futás, illetve az, akinek esetleg történt valamilyen törés az életében, vagy pozitív, vagy negatív irányba, egyszerűen kitűzött maga elé egy célt, mint például lefutni egy félmaratont, vagy életem első maratonját, vagy bármi, és akkor ez másképp nem lehet, mint hogy az ember tesz bele egy kis munkát. Te is említetted, hogy te is élsportoló vagy, és tudomásom szerint te tartod a magyar rekordot 800 valamint 1000 méteren is, ami egy nem kis eredmény mindenféleképpen. Mi volt a motivációd ezeknek az elérésében, vagy alapból a versenyzés során? Mi volt az, ami motivált? Engem alapvetően mindig is az motivált az életem, illetve így a sportkarrierem során, hogy szerettem volna valamilyen maradandó dolgot alkotni. Tehát nagyon későn váltottam egyébként sportágat, tehát későn kezdtem atletizálni, de hogy amikor elkezdtem, akkor ez motivált, ez volt a szemem előtt, hogy ha valamit csinálok, akkor szeretném maximálisan csinálni, maximális koncentrációval, amennyi energiát, időt bele tudok fetszölni, akkor azt beletenni, és hogy ne legyen egy fölösleges idő pazarlás gyakorlatilag, és valamiért ilyen típusú ember vagyok, hogyha csinálom, akkor nagyon jól akarom csinálni, és viszont olyat szeretnék elérni, amit mondjuk még előttem soha senki, és ez volt leginkább, ami mindig is a szemem előtt lebegett, hogy voltak mondjuk országos csúcsok, és akkor én, amikor elkezdtem futni és atletizálni, és kikötöttem ugye a középtávfutásnál, amit megint csak nem én választottam, akkor azonnal ez volt a célom, pedig még akkor nagyon-nagyon távol álltam ettől, és nem feltétlen volt ez biztos, hogy sikerülni fog, de azonnal ez motivált. Amellett, hogy elérted ezeket a csúcsokat, még számos nagyobb rangosabb világversenyen is részt vettél, például az olimpián, különböző Európa, valamint világbajnokságokon. Mi az, amit mondjuk meg tudnál osztani a külső szemlélőkkel, mi az, amit nem látnak a kulisszák mögé esetleg betekinteni, és valamint hogyan élted meg ezeket a különböző versenyeket? Hát ezeken egyrészt fantasztikus élmény volt részt venni, és valahol ez a munka gyümölcse, amit az ember learat sportolóként, hogy ugye tulajdonképpen végig dolgozza, végig edzi az egész évet, és aztán, amikor ezeken a versenyeken részt vesz, akkor valahol visszaigazolást kap az, hogy jó úton járt, vagy megérte ennyi energiát belefektetni. Amit talán az emberek nem látnak, én azt tudnám kiemelni, hogy egy ember, aki leül a tévé elé, és mondjuk megnéz egy olimpián egy magyar versenyzőt, például futásban, és akkor teszem azt fel, csak annyit lát, hogy bevonulnak, bemutatják őket, integet, tapsolnak, stb. Előik a versenyt, mondjuk a futásról beszélünk, és beérnek a célba, bizonyos számoknál ez ugye másodpercek, valahol percek, stb. És aztán ennyi volt. És akkor vagy tovább jutott, vagy kiesett, stb. És akkor elkapcsolja az ember a tévét, vagy föláll, vagy mit tudom én. De ugyanakkor meg egy sportolóban, hát ugye ott van folyamatosan az a brutális adrenalin szint, ami az egekben van.
több órával előtte ő már ott van bent a stadionban, a bemelegítő pályán, aztán akkor onnan átvezetik a úgynevezett korrumba, ahol ugye hívják a versenyzőket, az adott versenyszám adott futamban percre pontosan meg kell érkezni, leragazgatják ugye a bizonyos logókat, meg ellenőrzik a felszerelést, stb. Tehát egy ilyen hasonló, azt tudnám hasonlítani, mint mondjuk ami a reptereken van egy procedúra, tehát gyakorlatilag míg az ember azt látja, hogy csak ott van valaki, oda megy, bemegy a stadionba, fut egyet, előtte már vagy egy 2-3 órával elkezdődik ez a procedúra. Kicsit egy másik téma, nem annyira professzionális. Nemrégiben ugye elkezdődött ez az Adidas Runners Pro Running, valamint laikusabb, ha lehet így fogalmazni, laikusabb futások edzések is. Itt a kampuszon is nemrégiben megvolt az első ilyen edzés. Milyen lehetőségei vannak a futni vágyóknak, mint amatőrök, vagy esetleg kicsit haladóbb futóknak ezzel a kezdeményezéssel? Igen, most már ugye második éve, hogy az Adidas Runners Budapest elindult kis hazánkban is, mert ugyebár globálisan az Adidas ez a futóprogram mögé állt, és számos nagyvárosban, főleg fővárosokban jelen van, most már lassan a világ minden pontján, és ez nagy öröm volt számunkra, hogy Budapesten is megalapult. Nekem volt egy szponzori kapcsolatom eleve az Adidasszal előtte, és elég magas labda volt, mint futó, hogy aztán gyakorlatilag az edzői csapatba, illetve a felkérésnek eleget tegyek, és az aktív karrierem mellett gyakorlatilag foglalkozzak amatőr futókkal is, amit persze nagyon szívesen teszek, sőt most már két edzés típust is elvállaltam. Eredetileg a Ludovika Campus keresett meg minket, illetve nagyon jókor jött a megkeresés, mert elindítottunk egy új programot, amihez nagyon jól idomul itt a helyi körülmények. Leginkább gondolok ugye a 400-as tökéletes minőségű rekordtámpályára, amire szükségünk van, mert bár rendelkezünk most már egy saját főhadiszállásunkkal a Váci úton egy Rambézzel, és az edzéseink gyakorlatilag 90%-a onnan indul, és oda is, ott is ér véget, és majdnem minden edzésünk ott zajlik, termi edzések, erősítés, jóga, akár kikapcsolódási lehetőség is, pingpongozni, csocsózni lehet, tehát tényleg nagyon-nagyon barátságos hangulata van, és lehet fürdeni, stb. Tehát, hogy mindent biztosítunk a futóink számára, és amit nagyon fontos kihangsúlyoznom, hogy ez teljesen ingyenes, tehát, hogy nem kérünk ezért anyagi juttatást, meg nem is fogunk a jövőben sem, úgyhogy ez teljesen ingyenesen látogatható, és bárkit várunk nagy szeretettel. Tehát, amit mondtál is, amatőrök is jöhetnek, és alapvetően pont itt jöttem én a képbe, és itt a Ludovika Campus pályáján is ezt a Pro Running elnevezésű profi futó edzést is én vezénylem, ami már arra azt a cél szolgálja, hogy akik már léptek egyfajta szintet magukhoz képest, és már túl vannak azon, hogy már az is egy nagy dolog, hogy lejárnak futni rendszeresen, vagy egy héten egyszer-kétszer mozognak, vagy már körbe tudják futni a Margit-szigetet, akiknek már az a céljuk, hogy egy egyéni csúcsot érjenek el, megjavítsák az előző évi, vagy az előző versenyen elért eredményüket, azoknak ajánljuk már ezt a prófutást. Még annyi, hogy hogyan lehet jelentkezni ezekre a Pro Running edzésekre, vagy akár a laikus? Különböző felületeken, tehát a social media jelenlétünk az nagyon aktív. Leginkább én azt mondanám, hogy az Adidas Runners Budapest Facebook oldalát érdemes látogatni, illetve a futóknak egy ingyenesen letölthető applikáción keresztül lehet, illetve kell is regisztrálniuk az eseményekre, ahol viszont minden fel van tüntetve, tehát hogy hol van az adott edzés, ki az edző, vagy edzők, kik tartják az edzést, mire készüljenek, mit hozzanak magukkal, látszik gyakorlatilag az is, hogy kik fognak részt venni az edzésen. Ugye itt vagytok a kampuszon is, most már jelen edzésekkel. Van-e konkrét tervetek így az Adidas Runners-szel azzal kapcsolatban, hogy az egyetemet, az egyetem polgárait így beintegrálni a különböző edzésekre? Igen, abszolút, ez nem titkolt célunk. Alapvetően
Azt gondolom, hogy eleve egy olyan egyetem, ahol rengeteg hallgató van jelen, és sok fiatal, akiket nagy szeretettel várunk az edzéseinkre. Mondom, hangsúlyozom, ugye teljesen ingyenesek ezek az edzések, és azt gondolom, hogy most már egyébként is jön majd a jó idő, tehát azért ilyenkor azt látjuk, hogy szívesebben jönnek az emberek, és nagyon sok új arc jelentkezik az utóbbi időben az edzéseinkre. Egyre népszerűbbek vagyunk, egyre többen hallanak rólunk, és nagyon örülnénk neki, ha sikerülne itt egy jó kapcsolatot elindítanunk az egyetem és az Adidas Runners között. És mondom, most már gyakorlatilag szerda, csütörtök, szombat, tehát egy héten három edzést is tartunk itt a kampusz területén, úgyhogy van gyakorlatilag még választási lehetősége is a hallgatóknak, akik esetleg szeretnének eljönni. Sok sikert kívánok akkor az Adidas Runners, valamint a különböző sporteredményeid sikereinek gyarapításában, és köszönjük, hogy itt voltál. Kedves nézőinknek is köszönöm a figyelmüket, és a következő adásban találkozunk.